Ashel Amitől az 50 szó az esőre című könyvet hoztam. Ez az írónőnek az első regénye, egy nagyon érdekes regény egyébként, Japánban játszódik, és egy kislánynak gyakorlatilag a megpróbáltatásait írja le, aki a II. Világháború után született, egy japán nemesi családban élő leányzó, szerelem gyermekeként egy afroamerikai katonával. És mivel az apuka afroamerikai, ezért ugye tudhatjuk azt, hogy szegény kislánynak a külsején ez abszolút megmutatkozik, és gyakorlatilag a problémát folyamatosan ez jelenti neki. És amennyire ismerjük a Japánban lévő akkori nagyon beszűkült tudatot, illetve a nemesi családnak a gondolkodásmódját, ez az egész a kislány számára gyakorlatilag megtestesíti a bűnt. Tehát az ő nővérését követhetjük végig, de gyakorlatilag egy végtelen harc, amiből szinte szegény talán ki se tud igazából jönni. Talán azért érdekes számomra ez a könyv, mert hogyha a kezembe vettem, amikor bementem a könyvesboltba, akkor azt láttam, hogy gyakorlatilag minden momentuma csak és kizárólag olyan, ami engem nem tud érdekelni. Egyrészt nem különösebben vonza az ázsiai kultúra, vagy nem vonzott, most már akkor mondhatom múlt időben. Másrészt, hogyha megnézzük a hátulját, ahol ugye egy ilyen összegzőt láthatunk a könyvből, akkor az a bizonyos ikonikus mondat található rajta, ami gyakorlatilag az egész regénynek szinte a felütése, hogy nem kérdezősködsz, nem küzdesz, nem ellenkezel. Azt hiszem, hogy kevés olyan mondat van, ami tőlem távolabb állhatna. A másik pedig az, hogy azért ez egy aránylag hosszú könyv, közel 500 oldal, és azért könnyebben nyúlok rövidebb könyvek után. Azt gondolom, hogy két élethelyzetben tudnám ajánlani. Egyrészt akkor, amikor valaki nagyon szomorú élethelyzetben van, vagy kilátástalannak érzi azt, amit éppen a sors rámért, vagy nem látja abból a kiutat. Mert azt gondolom, hogy ha elolvassa valaki ezt a könyvet, akkor azt fogja látni, hogy nincs az a nagyon-nagyon mély élethelyzet, amiből valahogy nem lehet kijönni. A másik élethelyzet, amiben szintén ajánlanám, az pedig az, amikor az ember nagyon jól van, és nagyon úgy érzi, hogy klapolnak a dolgok az életében. Ez pedig azért ajánlanám, mert megtanít arra, hogy tudjuk értékelni az életünket, minden apró jó dolgot benne, hogy tudjunk alázatosak lenni, tudjunk hálásak lenni. És én azt gondolom, hogy bárki, aki elolvassa ezt a könyvet, akár az előbbi, akár az utóbbi kategóriába tartozik, azt fogja mondani a végén, hogy neki csodálatos élete van.